458 diák táncolt egyszerre a Gádor Általános Iskola udvarán és az épület tetején is. Június 14-én tartották meg a Diák Önkormányzat napját, ami most rendhagyó módon sikerült. Legalább egy 15 éve bográcspartit tartunk ilyenkor, legalábbis nem ebben az időszakban, nem május elején. Egy szombati napon a szülőkkel együtt, gyerekek, szülők, közösen főzünk. Ez most tavaly is elmaradt, és az idei évben is elmaradt, úgyhogy B-verziót kellett kitalálnunk. Ez lett a döknap, egyébként is döknapnak hívtuk ezt a bográcspartit. És ez a döknap elvileg május 21-én lett volna, de miután a karanténból elég gyorsan kerültünk ki, ezért ott már nem volt idő olyan szervezésre, amit mi kigondoltunk, úgyhogy eltettük ide az utolsó előtti napra a döknapot. Ezen a napon a gyerekek játszanak, élvezik, hogy az iskolába lehetnek, amennyire lehet ezt még most élvezni. Úgyhogy a mai nap erről szól, a gyerekekről. Jerusalema ikayalami ilonoloze uhambenami. Önfelett táncolással ünnepeltek a gádoros diákok a nyári szünet előtti napon. A pandémia ideje alatt kitaláltuk, hogy mégis valami csapatépítő dolgot csináljunk, és elkezdtük már otthon tanulni a gyerekekkel ezt a táncot. Tehát ugye nyilván találtunk egy jó oktatóprogramot, és betanultuk ugye a Jeruzsálemára a táncot, a koreográfiát, de természetesen azért a május 10-e utáni bejáráskor tudtunk ezzel igazán pontos, vagy igazán magunkat oda téve gyakorolni, próbálni. Volt egy főpróbánk pénteken, és hát ma pedig egy ilyen ősztáncot, illetve, bocsánat, még a héten külön felvettük az osztályokat is egyéni táncban, hogy aztán ebből egy jó kis 4,5 perces összevágás sikerüljön. A vidám táncolást követően az iskola igazgatónője ismertette az idei életre való programban kitűzött vállalás eredményét. Csatlakoztunk 2 évvel ezelőtt a Franklin Covey életre való programjához, a 7 szokás programhoz. Ezt a 7 szokás programot tanítjuk, és ennek a szellemében éljük a mindennapjainkat itt az iskolába, illetve igyekszünk élni. Ebben az idei évben volt egy vállalásunk, minden évben van, illetve lesz ezentúl egy vállalása az iskolának, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, amit év végéig csinálunk, és ott megnézzük, hogy sikeresek voltunk-e. Az idei évben azt vállaltuk, hogy mindenki valamennyi könyvet elolvas. Minden osztályban, minden gyerek egyenként vállalt könyv számot, hogy mit fog elolvasni év végéig, illetve havonta, és ezt a havi számot, ezt összegyűjtöttük, kint az aulában van egy szép nagy tacepaunk, amin minden hónapban kitettük, hogy iskola szinten hány könyvet olvastunk el. A közös iskolai vállalásunk 2000 könyv volt, hát 3874 könyvet olvastunk el az idén, úgyhogy vagy mi vállaltuk alul magunkat így az első évben, vagy nagyon-nagyon jól sikerült mindenkinek a vállalása és az olvasása. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez is egy program ahhoz, hogy megszeressék a gyerekek az olvasást, hiszen ez nagyon fontos. Az eredményhirdetést követően az előzetesen megvásárolható sorsjegyek kihúzása következett. A nyeremények között volt csokoládé, fagylalt és naptár is. A korábbi években megrendezett döknapról kérdeztük a 7. osztályos diákokat. Általában minden osztálynak van egy saját törzshelye, és ott szokott egy adott ételt csinálni így az egész osztálynak. És programok vannak az egész iskolában mindenhol, mint például a vattacukor, fagyizás, arcfestés. A felsősök mennek portyázni, az alsósoknak meg sportfeladataik vannak. És szoktunk csinálni általában a legtöbben paprikás krumplit, de szoktak hamburgert is csinálni. És szokott lenni olyan is, hogy gádoros pólókat, tollakat lehet venni, meg könyveket. Általában nagyon jó hangulatú, ugye most ez a tánc meg fagyizás volt helyette, de szerintem ez is nagyon jó. Igen, meg szokott még lenni az ebédlőbe, pólót is lehet csinálni, meg ilyen homokképeket, és azok is nagyon jók szoktak lenni. Meg ugye akkor itt szoktak lenni a szülők, testvérek, akár olyan testvérek is, akik már nem ide járnak. A nap második felében sportversenyek voltak. Lehetett pingpongozni, focizni, tegbólozni, zsinórlabdázni és kidobósozni is.